Most nagyon aktuális téma a mezőgazdasági támogatásokban bekövetkezett változások. Két területet érintenek ezek nagyon, és természetesen ezek a változások érintik a helyi gazdákat is. Kezdjük talán a terület alapú támogatásokban történt változásokkal. Mi, mi várható itt? A területalapú támogatások teljes összege az Európai Uniótól érkezik ezért az Európai Unió által megszabott szabályok szerint kell mindenben, minden tagországnak eljárni, tehát ebben nincs mozgás terünk. Az Unió egy nagyon hosszú vita során eldöntötte, hogy a 2014-2020-as időszakban milyen feltételekkel lehet egyáltalán területalapú, azaz földalapú, régi nevű földalapú támogatást kapni. A vita olyan hosszúra sikeredett, hogy nem is sikerült 2014-ben bevezetni az új feltételrendszert, azaz az idei évben mindent úgy kell csinálni a gazdálkodóknak, mint ahogy eddig. Majd a falu gazdászhoz bevennek, már bementek, stb. és leigénylik az a érintett területek után a támogatást. Jövőre már más lesz, mert különösen a szántóföldi növénytermesztésnél fog megváltozni. Két részre bontották, egy alaptámogatásra és egy kiegészítő támogatásra. Kiegészítő támogatást azok kaphatják meg, akik vállalják a zöldítési programban való részvételt. Alaptámogatás körülbelül az eddigi támogatás össze, összeg 70%-a. A kiegészítő támogatás tehát egy 30%-os magyarul, aki nem vállalja a zöldítési programban a részvételt az az eddigiekhez képest csak mintegy 70%-nyi támogatást kap. Ez valahol olyan 68-70 ezer forint környékén van most az egy hektára vonatkozó szántóföldi növénytermesztési támogatás, tehát innen kell számolni, hogy mi az, hogy a 70 százalék. az mit jelent konkrétan? Igen, hát ez egy izgalmas, ez volt a legnagyobb vitatéma Három ö, részből áll. Az egyik, hogy a gazdálkodónak, hogyha van gyep területe, a gyep területet többé nem csökkentheti. A gyep területet már csak növelni lehet a későbbiekben. A másik, hogy meghatározott hektár mennyiségtől kötelező vetésforgót alkalmazni. Ez talán nekünk nem jelent gondot, mert a magyar gazdálkodók ezt ismerik, és viszonylag nagy területen gazdálkodunk, tehát nem jellemző az 1-2-3 hektáros szántóföldi növénytermesztés. Nyugaton van ilyen is. 1-2-3 hektáron ugye inkább szőlő, zöldség, gyümölcs, fóliázás megy. A szántóföldi növénytermesztők jóval nagyobb feleten gazdálkodnak. Tehát ők könnyedén meg fogják oldani a kötelezően most már előírt vetésforgót, ugye ez a föld kizsigerelése ellen hat, kártevők felszaporodása ellen hat, tehát egy logikus igénye ez az EU-nak. A harmadik, amelyben a legnagyobb vita volt, ez az ökológiai célterület elkülönítése. Ez azt jelenti, hogy ahány hektár szántóföldje van a szántó legelő, stb. legelő területe van a gazdálkodónak, abból 5%-ot el kell különíteni, ez azt jelenti, hogy nem használhatja. Ez egyszerűen ott kell hagyni szabadon, és a természeti élőlényeknek növény-állat át kell adni. Tétezzük fel, hogy valaki 100 hektáron gazdálkodik, ez nagyon nagy mennyiség már itt a mi viszonyainkhoz képest, de csak az egyszerűség kedvéért, akkor 5 hektárt ki kell neki jelölni, és ahhoz nem nyúlhat uh, hozzá. A helyes művelési kötelezettséget be kell tartani, tehát parlakfű nem teremhet rajta, sejemkóró nem teremhet rajta. De hogy szépen ott kell hagyni, ezért mondják ökológiai célterületnek. Ugye Mennyi ter ter időre, egy évre vagy több évre? Uh, minden, vagy... Ez végig a program végéig. A program végéig a teljes művel területből 5%-ot el kell különíteni. Az Unió az eredetek 7%-ra. Kérte, ebből lett a nagy vita, 5%-ban állapodtak meg egyelőre, de ezt felül fogják vizsgálni, majd néhány év múlva azt értesülni fognak a gazdák, hogy növelni vagy csökkenteni kell az ökológiai ö, célterületet. Nos, ezekkel a feltételekkel, tehát a gyepterület tilos csökkenteni, vetésforgót kell alkalmazni, és ökológiai célterületet kell elkülöníteni. A második kettő az <coughs> említette, hogy eddig is volt ez a gyepterület, ez mennyire fogja érinteni a termelőket, hiszen ez Ugye egyrészt kiesik a, az a bizonyos százalék, amit nem szabad bevetni, meg még új termőterületek sem Így van, erről van szó, tehát hogyha figyeltük, akkor az EU egyelőre a termelési korlátozás felé is lépett, mert a, azt mondja, hogy egy gyepterület csak növelhető, magyarul nem szántható vissza jelenlegi gyep, hogy befogjam szántóföldi növénytermesztésre, kukoricabúza, napraforgó, bárminek a termesztésére, tehát ezt a felületet csak növelhetem, azt mondja ki. Tehát itt már ugye terület, termelői terület bővítése nem következhet be. A másik pedig az, hogy az ökológiai célterületet 5%-ban kijelölték, ez azt jelenti, hogy a jelenleg termő területekből, nagyon lényeges, hogy a jelenleg termő területekből kell elkülöníteni, tehát 5%-a csökkentett a termelési felületet is. Ebben óriási vita volt, mert azért mondjuk meg őszintén, hogy közben a világ élelmezési gondokkal küzd. Nem Európa, mi túltermelők vagyunk, azaz exportképesek. Tehát minket ez így, ilyen értelemben nem zavar a, az éhinség kérdése, vagy a élelmiszer alapanyag megtermelése, de a világ összességében, a népszaporulat következtében és a szélsőséges időjárási viszonyok következtében sajnos élelmiszer minusos. Sok helyen ezt ugye látjuk híradásokból. Tehát ebben egy óriási vita volt, hogy szabad-e az Európai Uniónak egy gazdag kontinensnek élelmiszertermelést csökkenteni. De mégis így döntöttek, mert azt állítják, hogy a környezetvédelmi szempontok ennél még erősebbek, mint a világ élelmezési problémája, sőt azt állítják, hogy a technológiák fejlődésével az így kieső területek által lecsökkent élelmiszertermelési mennyiség a technológia fejlődésével még növelhető, azaz kikompenzálható. Mondom, iszonyú nagy, ez volt a legnagyobb viták ebben a mélységében, most nem is akarok bemenni, belemenni, mert Tudományos erők csaptak össze, a termelési pártiak és a környezetvédelmi pártiak, hogy itt mi is fog történni. Nos, ez, a, ez, az, ez az alaphelyzet, ezt kell kötelezően mindenkinek betartani. Azonban az Európa Unió már régóta feszegeti, hogy nem helyes az, hogy túl nagy méretű üzemgazdaságok alakultak ki. Most hozzáteszem, hogy az Európai Unió számára túl nagy méret az olyan 100 hektárt jelent. 100 és 300 hektár. Azt ők valami olyan borzasztó nagynak látják, hogy azt az már ők különféle szankciókkal elkezdik sújtani az ilyen nagy területen gazdálkodókat, és arra kényszerítik, hogy aprózza el, vagy adja el, tehát ne alakulhasson ki, ne, ne érje meg neki, hogy kialakít ekkora üzemgazdasági területet. Hát ugye nálunk már messze nem erről van szó Magyarországon, mert mi nagy gazdaságnak az ezer hektárnál kezdődőket mondjuk, és ebből van jó néhány, közel 500-600, aki ezer hektártól kezdve gazdálkodik, és akár vannak 10.000 hektáros üzemgazdaságok is. Ugye ezek mind társas vállalkozások, részvénytársaság, KFT-k, amelyek bérleti szerződés formájában, tehát bérelt földön gazdálkodnak. És az EU azt mondja, hogy nem jó az, hogyha túl nagy üzemgazdaságok alakulnak ki vidéken, mert ezzel csökken a mezőgazdaságban résztvevők száma, elveszi másoktól az egy-egy nagy gazdaság a megélhetési alapot, tehát a termőföldet, és vidéken gond keletkezik, mert vidéken mégiscsak a megélhetés alapja valahol a mezőgazdaság, és ebből sarjadzik utána és nő tovább az ottani kereskedelem, az ottani vendéglátás, az ottani szerszámgépgyártás, az ottani géplakatos üzemműködése, hagyna folytassam. Tehát, ha nincs a mezőgazdaságnak jó bevételi forrás, akkor a vidéki élet is ezt rögtön megérzi a különféle ágazatokon, szolgáltatásokon, termelővállalkozásokon keresztül. Ezért azt mondja, hogy a minél kisebb üzemméreteket kell támogatni, és erre tette egy kötelező ajánlást, Azaz az egy menürendszert. Azt mondta, hogy kérem szépen, kedves uniós tagországok, itt én adok önöknek egy javaslatot, ettől eddig, hogy milyen módon lehet a minél nagyobb üzemen gazdálkodók ö, támogatását csökkenteni, és milyen módon lehet ezt az így elvet összeget átcsoportosítani a kisebb üzemgazdálkodók ö, területére. Azaz, egy adott tagország. Most Magyarország egy konkrét pénzösszeget kapott, és ezt pontosan tudjuk, hogy mennyi 2014 és 2020 között, de ennek a felosztási módjában egy egész nagy rugalmasságot adott az adott tagországoknak. És hát innen jött az a két héttel ezelőtti bejelentés, amely elég nagy vihart kavart, de szerintem viharnak nincs alapja, hogy a kormány úgy döntött, hogy az 1200 hektár fölötti gazdasági méretel rendelkezőknél, 1200 hektárig megkapja mindenki a 100%-os támogatást, minden hektár után a 100%-os támogatást, 1200 hektár fölött viszont semmit nem kap. A ellenzéknek a vitája az, hogy ezen nagyüzemek egyébként komoly állattartók, ez igaz, és részben foglalkoztatással is jár ez, állattartás az erős foglalkoztatás igényes, és hát akkor ezek a nagyüzemek nem fogják tudni a fenntartani az állattenyésztést, és ezáltal a foglalkoztatást. Ezzel már kőkeményen vitatkozunk, ugyanis a kormány egyben bejelentette, hogy 20,7 milliárd forint lesz az az összeg, amit nem kapnak meg az 1200 hektár fölötti üzemgazdasági területek után e, több száz vállalkozás, és ezt a 20,7 milliárd forintot, ezt átcsoportosítja kizárólagosan az állattartó vállalkozásoknak. Ezek mind a kisebb üzemgazdaságú területi állattartók, ezt is azért, e, hozzá kell tennem, illetve mind azok jogosultak, akik nagyobb üzemgazdasági területen vannak, de tartanak állatot. Magyarul, aki csak tisztán szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, ők lesznek a legnagyobb vesztesek, ezt ki is merjük mondani, ez volt a, a célunk is, hogy ott egy nagy üzemgazdaságon, amely csak növénytermesztésre foglalkozik, alig van élő munka igény, mindent nagy gépekkel megművelnek, és néhány jó gépész kell csak ennek a gépeknek az tartásához, Tehát ők bizony ennek vesztesei lesznek, ez tudatos, és ezt a pénzt átcsoportosítjuk elsősorban az állattenyésztők felé, és másodszorban az úgynevezett kézi munkaerő igényes ágazatok felé. Tehát nem csak az állattartók, hanem a kézi munkaerő igényes területek, ezek pedig a kertészeti területek, a szőlő, gyümölcstermelő területek, a fóliás, a hajtatott növényházi termesztés és a szaporítóanyag termesztés. Tehát jól értem, hogy akkor ők majd többet fognak kapni? <coughs> Így van. Olyan célprogramok lesznek, amely programokban csak ezek az előbb említett célterületek,

Vehetnek majd részt. Nem kérdéses, hogy a nagyüzemi gazdálkodók döntő többsége, ez a valamikori szocialista privatizáció következtében, hát ő hozzájuk közel álló gazdálkodói csoport, és a szocialisták mindig is, tehát inkább most baloldalt mondanék, mert most ilyen háromosztatú ez a baloldal, de ebben nem akarok belemenni, tehát a baloldal mindig is a nagyüzemi üzemgazdaság pártján volt, ők azt állítják, hogy versenyképesen, magas minőséget, stb. stb. csak így lehet termelni, és őket nem érdekelte az, amit az Európai Unió elkezdett feszegetni hogy ezzel viszont tönkreteszik a vidék eltartó képességét, mert egy-egy nagy üzemgazdaság gyakorlatilag megöli a helybeni termelést, amit egyébként sajnos Magyarországon jó néhány, főleg kisebb településeknél látunk, ez be is következett. Tehát az Európa Unió egyik ajánlását fogadta el Magyarország, és, a nem, le, és a nem a legszélsőségesebbet, ezt még azért hozzáteszem, mert az EU azt is megengedné, hogy már 50 hektár üzemméret fölött drasztikus pénzelvonást tegyen, és az 50 hektár alattiaknak adja oda. Azért jelezi ezt az EU, mert az EU fejlett államaiban, Németország, Franciaország, Olaszország, ott 50 hektár az átlagos üzemméret. Tehát nagyon alacsony az átlagos üzemméret, és ő azt látja, hogy az átlag szint alattiakat kell erősíteni, az átlagszint szint fölöttieket már nem kell, ők önállóan is képesek megállni a lábukon a gazdasági nagyságuk következtében. Na most mi ezt a határt 1200 hektárhoz vittük föl, és hát ez mégis tragédiát jelent egyesek szerint ezen gazdálkodóknak. Mondom, ez nem igaz, egy tudatos átirányításról van szó. A föld alapú törvény, földforgalmi törvénynél már jeleztük, hogy maga a földforgalmi törvény is olyan, amelyet 2013-ban vezettünk be, hogy a jelenleg 50% magángazdaság, 50% társas vállalkozások által használt földterület, tehát egy kiegyenlített földterület használat van, ezt 80%-20% arányba szeretnénk eltolni a magángazdaságok felé. A földforgalmi törvény már ezt az utat kijelölte, és olyan is, hogy nem tudnak a nagyobb üzemgazdaságok további földet szerezni, tehát egy idő után valóban 80% magángazdaság, 20% társas vállalkozás lesz, és most a támogatási rendszer Újraírásánál gyakorlatilag ugyanezt az arányt szeretnénk a támogatási mértékekben is lekövetni, mint amit a földforgalmi törvény előirányzott.